beütünk így a színpad mögé, és akkor monitor, hogy már nem is tudtuk úgy nagyon elképzelni, és akkor mondták, hogy ezt úgy kell képzelni, hogy van ugye egy nagy ilyen kvízfal, és oda be kell állni, akkor amit megjelöl az ember, akkor onnan majd leesik a labda, és akkor azt el kell kapni. Egészen különleges élményben volt részük nemrégen a tolnai Bildhéber fivéreknek. Bence és Gergő az egyik országos tévécsatorna vetélkedő műsorában vett részt. Nekem is meglepetés volt, mert én sem tudtam róla, hogy belevezett ugye kettőnket, hanem ott lent, amikor a horgászparton, és hát horgásztunk, azt ott a parton hívták őt, hogy hát kéne beszélgetni, meg ilyenek, akkor tudtam meg én is, hogy igazából beregisztrált minket, tehát én sem tudtam az egészről. A fiúknak az első telefonhívást követően több videokonferenciás casting beszélgetésen is át kellett esniük, mielőtt felkínálták nekik, hogy utazzanak a fővárosba a játék részleteiről egyeztetni. Ők pedig a játékról senkinek sem szóltak, sőt kifejezetten titkolták azt az ismerőseik és a családtagjaik előtt. Ezért időnként egészen különleges szituációkat is be kellett vállalniuk. Akkor reggel mindig kitaláltam, hogy hú, holnap a cégnél annyi dolgom, amit reggel 6-ra be kell menjek. Akkor meg mondta, hogy húj, meg a tűzoltóságra kell 6-kor bemenni, mondta otthon anyáiknak. És akkor itt találkoztunk le 6-kor, akkor mentünk, akkor egy ismerős pont ment be az szembe a boltba, akkor így mentünk el bújdakóval, meg minden. Utána jöttünk haza, siettünk, elromlott az autó, Fehérvárnál vagy hol voltunk, vagy Dunai városnál elromlott az autó, közben te is jöttél visszadolgozni időre, én is időre jöttem visszadolgozni, úgyhogy... Akkor most hogy tartsuk titokban, hogy itt vagyunk, Újvárosnál lerobbantunk, mindenki azt hitte, hogy dolgozunk. Úgy terveztük el, hogy mekkora muri lesz, hogy egyszer majd felhívjuk a családot, és akkor egy hülyeségből bekapcsoljuk a tévét, és akkor nézzétek, majd vagyunk, hogy meglepődnének. Aztán akkor ez félig meddig bejött, mert így egy ilyen kis véletlen miatt pont kiderült, hogy fönn voltunk forgatáson. És akkor végül is annyit árultunk el, hogy na jó, tényleg bekerültünk, de hogy hát nem árjuk el, hogy nyertünk, hogy nem, az majd kiderül az adásba, és akkor édesanyámék, meg unokatestvéreméket felhívtuk. Az a Pest, amikor megtudtuk, hogy lesz, mert elsőt mondták, hogy mikor leszünk, minden nap figyelni kellett az aznapi reklámot, a promót, hogy most mi lesz benne. És ez volt már az utolsó adás, tehát izgultunk azon, és egyáltalán le lesz-e adva. Mert akkor nem kaptuk volna meg a pénzt se, hogyha nem adják le. És akkor ez miatt izgultunk, hogy na utolsó adás, most vagy mi leszünk, vagy le se adják. És akkor végül is reggel már hívott a mamám, hogy lehet az, hogy minket láttak a tévében reggel. És akkor mondtam, hogy na hát akkor már jó kezdődik. A játék szabályai szerint a párokban játszó versenyzőknek hatalmas LED falakról kell kiválasztaniuk a feltett kérdésekre adható válaszok közül a helyeset, majd a LED fal alá állva el kell kapniuk a fentről dobott labdát. Ez kifejezetten kedvezett a foci kapus tolnai testvéreknek. Az volt, hogy a 20. James Bond filmet, James Bond filmnek a főcímdalát kiénekelt, és akkor ott volt 10 énekes, akiben egyébként így kapásból 2-t jó, ha fölismertem. És egy James Bond filmet sem láttunk soha, és azon is meglepődtem, hogy már 20 van. A kérdések bizony időnként feladták a leckét a fiúknak, ám végül mégis több mint 2 millió forintot nyertek, és már azt is tudják, hogy mire költik a nyereményt. Horgásztúrát szeretnénk majd Kaposváron, Desedatónál, egy hosszú hétvégét, meg hát én új autót szeretnék, meg testvéreméknek ugye eljövőre lesz a Lagzi, úgyhogy ez elmegy arra bőven. Bár a játék előtt aláírt szerződésük alapján a fiúk most egy évig nem próbálkozhatnak másik vetélkedőben, ettől függetlenül, ha lejár ez az idő, azt mondják, újra belevágnak egy hasonló kalandba.